Mai adásunkból megismerhetik Panos László ferencvárosi lakost, aki nemrégen ünnepelte 90. születésnapját. Hosszú életútjáról fogunk beszélgetni. Nagyon sok mindennel foglalkozott, többek között például egy németországi hajógyárban is, és a fotózással is foglalkozott. Hogyan került ön Németországba, hogyan került a hajógyárba? Megelőzném a kérdését, mert volt még előtte más esemény is. 1927-ben születtem Nagybecskereken, Jugoszláviában. 1946-ban érettségiztem, és utána beiratkoztam a zágrábi műegyetemre, a hajóépítészeti szakra. És egyik legérdekesebb munkám már a kezdetben adódott, mert a jugoszláv hajózási vállalat Belgrádban egy nagy beruházásba kezdett a II. Világháború után. Elhatározták, hogy bevezetik a tolóhajózást, azt a módot, amit mi az amerikai filmekben sokszor látunk, ahol hátul egy nagy malomkerék forog, stb. És azt, annak már híre ment, hogy a Rajnán a németek kevésbé, de a franciák és a hollandok nagyon sikeresen űzik ezt a hajótási módot, mert gazdaságosabb, olcsóbb. Belgrádban az állami folyami hajózás elhatároztak egy hosszabb tanakodás után, hogy is, mint csinálják. A vállalatban én voltam az egyedüli diplomált hajómérnök, úgyhogy jelen voltam, és kezdődött a hajónak a tervezése. Megalakult egy szakbizottság, én voltam akkor az egyedüli hajómérnök ott, de nagyon jó közreműködtünk a belgrádi hajógyárral, akik a technikai részleteket, rajzokat, egyeseket, stb. Elkészítették, és akkor ezekkel Hollandiában, Wageningenben a modellvizsgálatokat elkezdtük csinálni. De szerencsénkre a hollandok nagyon barátságosak és nagyon közlékenyek voltak. Meg szeretném említeni, hogy a II. Világháború után az amerikaiak az ilyen modellvizsgáló intézetekben, laboratóriumokban az egész kapacitást évekig előre lefoglalták, úgyhogy az amerikai folyami hajózási vállalatok nem voltak képesek saját maguk fejlődni. Valaki akadt egy okos ember, akkor azt mondta, jó, hát miért nem mentek akkor Európába, Hollandiába? És oda is mentek, és akkor egy nagy, modern hajóvizsgáló laboratórium elkészült. Kaptam akkor én is, többek mások mellett egy állami díjat, melyet sajnos már nem tudom, hol vannak. Valószínű, hogy többen nem tudják, aki nem foglalkozott ilyesmivel. Miben más egy tolóhajó, mint mondjuk egy gőzhajó? Hát elsősorban, aki a cowboy filmeket nézte, a vadnyugati filmeket, azok akkor gőzgépek voltak, amelyeknek ahhoz, hogy meghajtsák, több méter átmérőjű, forgó, lassan forgó lapátjuk volt. És ezáltal az árut, vagy amit csináltak, amit szállítani akartak, azt mind előttük kellett tolni, mert hátul nem lehetett a hatalmas kerék miatt. Na ebből lett a tolóhajózás, és akkor, ahogy később, hát a hajómérnökök kezdték kutatni, most mi előnyösebb, mi nem, oda jött, hogy kialakult, hogy a motoros, hatalmas motoros tolóhajókon is ma már csak elől van az áruszállítás, nincs meghatározva a tolatmánynak a nagysága, folyó mélységétől, szélességétől, stb. Függ, és
hogy hívják, ez a hátul a több méteres lapát, kerekek, hát azok ugye persze eltűntek, és egész más típus épült. Hát, hány éven keresztül dolgozott így a hajózással? Hát ez, amit a folyami hajózásnál voltam, ez egy olyan kicsit több, mint 10 éves folyamat volt, amikor elkészültek ezek a hajók, már dolgoztak, ott már sok munkánk nem volt szinte semmi. Közben én megnősültem. A barátnője, Erzsi érdeklődött még, hogy megy ez, ő egy ilyen munkásokat közvetítő valami vállalatnál dolgozott, azt mondja Erzsinek, azt mondja, hát gyere te is ki. Azt mondja, hiány van mindenben abban az években, úgy volt az Németországban. Azt mondja Erzsi, jó, hát nem jöhetek, mert jó van, nyelvészetileg bennek, na de én itt dolgozom a izébe. Hát mi a férjed? Hát a hajószakmában dolgozok. Na hát adjátok be mind a ketten a pályázatot, és majd meglátjuk. Na hát el is vitte, vagy elküldtük Eményvi. Jön nem sokára a válasz, hogy jöjjünk. Elmentünk, így ragadtunk Brémában, az AG Weserben, úgy hívták a hajógyárat, a Krupp tőkének egy fiók üzlete volt, építettek nagyba hajókat, néhány szép évet töltöttünk Brémába, de a hajógyár akkor bezárt, és akkor visszajöttünk. Ide Magyarországra? Igen. Itt hogyan folytatódott az életük itthon Magyarországon? Na utána, amikor én már közben eljutottam a nyugdíjazási korig, feleségem is, nyugdíjaztattuk magunkat, mert Németországból is kaptunk mindketten egy kis nyugdíjat, arra pár évre, amit ott dolgoztunk, és akkor mondtuk, elmegyünk mi a nyugdíjba, és a feleségemmel elmentünk, Pesten vettünk egy csinos kis lakást, ott éltünk, mint nyugdíjasok, és hát még, hogy is mondják, még máma is élünk, ha meg nem haltunk, hát sajnos feleségem már közben elhagyott, úgyhogy én most egyedül maradtam. Beszélj egy picit a fotózásról, az mikor jött az életébe, illetve tart-e ez még? Az még a bajor dédnagyapámtól maradhatott, valami hajlam az ilyen, hogy hívják, művészetek iránt, mert ugye ő, ahogy hívják, templomfestő volt, csinálta a szent képeket, stb. De volt ehhez hajlamom. Itthon pedig a háború előtt, régi Jugoszláviában, egyike a magyar folyóiratoknak, amely minden magyar családnál megjelent, volt az Új idők. Herceg Ferenc volt a szerkesztője, édesanyám is imádta azt a folyóiratot, én pedig becsültem, ott szerettem meg a fényképeket, a Dulovics Jenő, meg nem tudom, Vadas Erdő, meg nem tudom, kik voltak, közölték az akkori szokásos, divatos fényképészeknek a képeit. Úgyhogy a véremben volt a fényképezés, és így kezdtem el. Akkor Zágrebba az egyetemben beiratkoztam a zágrebi fotoklubba. Szóval ott még sok ismertem a fotópiacról, a fotókiállításokról, mindig az aktív, legsikeresebb fényképészeket, és a zágrebi fotoklubot muszáj dicsérnem, mert olyan kedves és segítőkész barátokra találkoztam az idősebb gárdából,
Úgyhogy ott sokat tanultam tőlük. Azon kívül szép volt a klubban, hogy időnként, akkor már lehetett fényképeket küldeni külföldre, mert ugye ez, amíg dühöngött a kommunizmus, az nem volt kezdetben lehetséges, de később lehetett, és a fényképészek, akiknek képeit kiállították, egy gyönyörű katalógusokat kaptak, visszagyönyörűen nyomtatott felvételekkel. Volt a klubnak egy vetítőgépe, és időnként akkor a befutott katalógusoknak a képeit levetítették, és egy diszkuszió kialakult a képekről, részt vettek az emberek a képeknek az analízisében, úgyhogy ott sokat tanultunk, hogy a nagy fényképészek mivel érnek el sikereket, azon kívül oda járt az elitje a horvát fényképészetnek. Említem csak az legidősebbet, mert ő volt a fénypontja, a Tóso Dábac, aki akkor valami nemzetközi díjat is azt hiszem nyert, és akkor bevezette például az amatőr fölvételekből a próbaképeket, kritikát és tanácsot adott, hogy kell azt jobban csinálni, melyek a hibák, és följavítani a képminőségét. Na és ez nekem mind, hogy hívják, egy nagy lelki táplálékom volt, úgyhogy a második szakmám a szeretettem a fotózás iránt. Én akkor kezdtem kiállításokon részt venni, ugye részben sikerrel, hát nagyobb, ha jó képet küldtem, akkor sikeres volt, ugye, úgyhogy részt vettem. Ma még fotózik, vagy már nem? Nem. Megromlott a bal szememmel a látásom, mindez, ami szép volt és jó. Lefényképeztem azon kívül, Belgrádban még volt saját sötét kamerám, komplett felszerelve, ugye ott még magam nagyítottam a képeket, ugye itt Pesten erre már nem lehetett, a fotoklubban ugyan voltam, jártam, de ez már nem volt az a hangulat, mint amikor én a belgrádi lakásunkban aktivizáltam mindazt, ami egy fotolaboratóriumhoz kell. Hát csak fekete-fehérben dolgoztam, ugye színesben nem is próbálkoztam, mert ez, amit most tetszik hallani, ezen nőttem én föl, amióta eszembe tudom, így kalimpált az óra, ez azóta, hát egyedüli gyerek voltak, még ekkora, de azt hiszem, hogy nem voltam nagyobb, de ezen a hangon nőttem föl. Köszönjük szépen a beszélgetést, és akkor még egyszer egy utólag nagyon boldog születésnapot kívánunk, és még jó sok évet. Köszönöm, nagyon szépen köszönöm.